A tároló konténerek és rekeszek beszerzése még folyamatban van itt a Kerék utca egy szám alatti hulladékudvarban, de hamarosan itt kezdi meg működését a házi újrahasználati központ. A tervek szerint még idén elindul a szolgáltatás a Tiszavasvári felüljáró alatt. A megunt, de még használható tárgyakat fogadja itt az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit KFT. A társaság célja, hogy a kommunális hulladék mennyiségével együtt a környezetre mért káros hatásokat, illetve a környezetterhelést is lecsökkentsék. A hulladék hulladéktörvény prioritást ad azoknak a tevékenységének a végzésére, amelyek során nem keletkezik hulladék. A prioritások azok az újrahasználat, a megelőzés újrahasználat, újrahasznosítás, termikus hasznosítás és végleges lerakás, és ebből az első kettő az, ami tulajdonképpen a települési szilárd hulladék mennyiségének a csökkentését eredményezi. A megelőzés egyik klasszikus példája, az például, hogyha az ABC-be egy vászontáskával megyünk, nem ott kérünk egyszer használatos nylon szatyort, amit később eldobunk, hanem ezt a, a, a megvásárolt terméket ebbe a szatyorba rakjuk, és ezt többször tudjuk használni, így lecsökkentjük a feleslegesen keletkező csomagolási hulladék mennyiséget. Az újrahasználat pedig azt jelenti, hogy olyan használaton kívüli eszközöket, berendezési tárgyakat, bútorokat visz a lakosság a központba, amelyeket más még használni tud a későbbiekben. Ezeket az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. egy cseki összegért adja majd tovább, közölte Petró Árpád, így ebből sem keletkezik hulladék nem egyedülálló, de egyedi a kezdeményezés. Az országban tudomásom szerint csak három helyen működik, Budapesten talán kettő, és Miskolcon most adtak át egy újrahasználati központot, úgyhogy országos viszonylatban is egy újszerű dolog én ilyen antikváriumnak fordítanám le, hogy tulajdonképpen ez úgy működik, mert nem csak a háztartási berendezések és bútó darabok kerülnek átvételre, hanem akár CD-ket, akár könyveket, akár más használati tárgyat is behozhatunk ebbe a központba, természetesen térítésmentesen adhatjuk le a központban, csak az fog majd érte fizetni, aki elviszi ezt, a tárgyat tovább használatra, viszont ezek az ellenértékek is csekény mértékűek, és csak a tárolási költséget és az egyéb apró manipulációs költségeket kell megtéríteni. A központ működése nagyjából olyan, mint egy lomtalanítás. Itt azonban nem rontja a városi összképet és a közterületeket a felhalmozott hulladék látványa, illetve a társaságnak is sok munkát ad a kidobált tárgyak összegyűjtése. Az újrahasználati központ így esztétikailag is egy szebb megoldás.